Köszöntöm nézőnket, Juhász Jánossal beszélgetünk, hiszen a Konok-Konok csapata újabb sikereket ért el. Hol is versenyeztek legutóbb? Június közepén voltunk Tiszaföreden a halasnapok keretében megrendezésre kerülő halászléfőző versenyen, és a karcagi Konok-Konok csapata ezen vett részt. És hát nem is rossz eredménnyel, de erről majd beszélni fogunk mindjárt. De először beszéljünk arról, hogy mi mindent készítettek, hiszen önöket ismerve biztos, hogy nem csak halászlé készült ezen a versenyen. Nem, három kategóriába indultunk végül is. Kollégánk Rész Tomi készített fordított rácpontyot, tepsőbe sütve. Én tésztás bajai halászlevet főztem, míg Szentesi Lajos kollégám meg hagyományos tiszai halászlevet passzírozva. Akkor igazam volt. Mi minden lehetett még ott részt venni, hiszen voltak azért a hagyományos versenyek, de ezek ilyen különlegességeket más is készített, vagy csak önök? Nem, más is készített, tehát 25 csapat volt határon túl, illetve határon innen. Volt, aki egy egész méretes süllőt fogatott fel egy vasrácsra, és faszénen sütötte meg, illetve még voltak egyéb különlegességek is. Volt, amit mi se tudtuk, hogy micsoda, de halból készült. Úgyhogy hát volt egy csapat, aki ilyen harcsapaprikást főzött. Hát igazából megmondva, biztos, hogy finom, de az íze az mindenre hasonlított, csak harcsapaprikásra nem. De a galuskát fel lehetett ismerni benne. Komolyra fordítsuk akkor egy picit, ez csak egy ilyen rossz része volt a versenyek, de akkor beszéljünk egy picit az önök versenyéről. Mindenkinek gondolom most is megvolt előzetesen, hogy ki mit csinál. Milyen halból? Tehát önök fogták a halat, vagy ez milyen halból készül? Részben mi fogtuk. A szervezők biztosítottak minden csapat részére három nagy méretes pontyot. Ebből kellett bármit készíteni, a halételt. Mi még ezen kívül egy kicsit megtuningoltuk, mert vittünk ilyen apró halat, kárász, keszeg, törpe, harcsa. Ugyanis a halásznének az a jobb, hogyha minél több fajta halból készül el, és mi ezt az alaplébe belefőztük, ezt passzíroztuk a pontnak a úgynevezett selejtrészével, tehát a farka, a feje, ezt tettük még bele, és maga a nemes részét, tehát a halszeleteket, azt meg majd a végén már a maga halászlébe, elkészült hallébe tettük bele. A fiúk fakan alatt ragadtak, főztek, de mit csináltak a lányok, a csapat lánytagjai? A lányok is kivették részüket, ők inkább a háttérmunkába, ők a terítéssel, vagy a tálalással, vagy a reggeli készítéssel, mert ugye hát az is kell egy csapatnak, tehát illetve magával a kiszolgálásnál, mikor jöttek a vendégek megkóstolni, ugye mindenkinek, aki jött, szívesen fogadtuk, mindenkit megkínáltunk, és mindenkinek meg volt a része, feladata. A csapat azért inkább elsősorban disznótoros és egyéb ételekről ismert, de azért a halászléfőző versenyen is mindig szoktak díjat kapni, most is így volt? Így van, egy első helyezést értünk el a szakmai zsűrinél, illetve két külön kategóriába hoztunk el egy-egy első helyezést. Szentesi Lajos kollégánk, ő a halászlével, a tiszai halászlével lett az első. Tomi, ő a fordított rácpontja, én meg a tésztás halászléval külön díjazottak lettünk első helyezettesek. Hát akkor ez megint egy teljes siker volt a csapat részéről. Hol főznek legközelebb? Hát úgy néz ki, hogy a csapat készülne Badacsony-Tördemicre, augusztus közepén, ott szokott lenni a szürke marha gulyásfőző fesztivál. A utóbbi 4-5 évben rendszeresen mindig részt veszünk rajta szép sikerekkel. Tavaly, hát most hagynám, hogy már vagy elsők, vagy másodikok voltunk, már most tényleg nem emlékszek rá. És mi ott mindig babgulyást szoktunk főzni, galuskával, illetve palacsinta a második fogás hozzá, tehát egy milyen komplet menüvel szoktunk szerepelni. Úgy tudom, hogy a birkafőzők is mennek, tehát a birkát most azért nem önök főzik. Nem, igen, már az utóbbi 2 évben a Birkafőzők Baráti Társasága, az ők rendezik a birkafőző részét. Ha jól tudom, az szombati nap van. Tavaly segítettünk nekik, 8 vagy 10 birkát főztek, és mi is bevállaltunk egyet-egyet a kollégával, Kacsándi Pistivel,
és hát nagy sikere van a birkának. Ezt mondhatom azt, hogy a mi csapatunk kezdeményezésére terjedt ott el, mert mikor mi legelőször ott voltunk, birkát is főztünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát gondolom, hogy azért most már vissza is várják a csapatot, nem csak a miénket, hanem a birkafőzők baráti társaságát, mert letették a névjegyet, úgyhogy mindenki keresi. És egyébként itt most új ételeket is főztek, kin szokták kikísérletezni, tehát van egy ilyen előtte egy ilyen baráti főzés, és kísérletezgetünk, vagy ott rögtön élesbe? Hát nem élesbe szoktuk, hanem inkább otthon baráti társaságban, hogy mindenki, hogyha főzés, na mondja, hogy most akkor egy ilyet csináltam, és jó lett, hogy legközelebb meg kéne próbálni, és na akkor már második, harmadik alkalommal már bemeri vállalni az ember. Hát élesbe azért egy kicsit úgy, hogy nem próbálta az ember, na felelőtlenség, tehát úgy, hogy elmenni és szerepelni, és mégse úgy sikerül, na. Szóval ezt már nem engedheti meg a csapat magának, ennyi sok-sok első díj után maradjunk ennyiben. Én azt kívánom, hogy sok versenyen legyenek még díjazottak, és újabb kísérletező kedvet a csapattagjainak. Köszönjük szépen!